Sziasztok! A nevem Halász Alexandra, és ennek a videónak az a címe, hogy az olvadás. Arról szól, hogy mi mindent tanulhatunk a természettől, arról, hogy a régi megfagyó dolgaink az milyen folyamaton keresztül olvadnak fel, hogyan indul be a változás, hogyan indul be újra az életünk, az energiáink áramlása. Ugyanis a legtöbben ezt olyan varázsütésszerűen szeretnék, hogy egyik pillanatról a másikra. Tehát van egy problémájuk, elmennek egy bármiféle konzultációra, egy orvoshoz, egy pszichológushoz, egy bármiféle tanácsadóhoz, akár karrier tanácsadóhoz, teljesen mindegy. A lényeg, hogy az illető, mint óza nagy varázsló, megsuhogtatja a varázspálcáját, és láss csudát, az esetleg sok éve, vagy sok évtizede fennálló probléma, az sicsútja elmúlik, és már is havály bugi az életünk. Hát ezt szeretnénk, ha így lenne, de ehhez tényleg varázspálca szükséges, ami azt hiszem kevesünknek van. A valóság az, amit a természet tanít nekünk, hogy minden fagyott dolog felolvadásához kell egy kis idő, minden, ami változik és átalakul, annak megvan a maga ideje. Ezek soha nem ilyen hirtelen, váratlan és robbanásszerű dolgok, és jó, hogyha erről a folyamatról tudunk, mert akkor kevésbé leszünk magunkhoz szigorúak. Aki kora tavasszal kimegy a természetbe, és így nézi a fagyás és olvadás váltakozását, mondjuk egy kirándulás közben, az láthatja, hogy a patakok vizének olvadása az nem éppen tanúságoktól mentes, így a belső folyamatainkkal kapcsolatban. Bennünk is vannak ilyen megfagyott, megdermet részek, hajdani rossz élmények, amolyan megfagyott pillanatok, amikre, hogyha visszaemlékszünk, állóképet látunk. Ráadásul ez a kép, így a január végi természethez hasonlóan, leginkább fekete-fehér és szürke, figyel csak meg! Hogy visszaemlékszel egy ilyen pillanatra, olyan lesz, mint egy ilyen régi fekete-fehér papírkép. Ott egy pillanatra, vagy akár hosszabb időre megállt az idő, és sokszor máig állott a belső óra mutatója. Ezek a dermet pillanatok befagyasztották az életenergia áramlását, és sokszor ez máig nem enged tovább lépni. Úgyhogy, ha szoktál néha lefagyni, akkor pontosan tudod, hogy miről beszélek. A tavasz nem azonnal jön, idő kell ahhoz, hogy a fagy felengedjen. Sokszor azt várjuk, hogy ilyen varázsütésre történjen a változás, főleg, hogyha az pozitív, és nem veszük figyelembe, hogy a dolgokhoz idő kell, és a jó dolgokhoz különösen. Még egy hűtőszekrény se olvad le egy perc alatt. Miért lenne ez más, hogy belső világunkban? Szóval ne türelmetlen magadhoz, mert ilyenkor az fagyott föld felett már tavaszt énekel a fekete rigó. Az első gondolat az a belső fagy természetéről szól. Lehet, hogy ismersz olyan embereket, akik képtelenek szívből kacagni, de még mosolyogni sem tudnak szívből. Az arcuk dermet kifejezéstelen és merev. Szemükből kihunyt az életöröm csillogása. Kicsit olyanok, mint a zombik vagy a robotok. Olyan udvariasak, de nem tudni, hogy mi zajlik belül. Pedig senki nem születik ilyennek. A kisgyerekek nevetnek, szalodnak, sírnak, kiabálnak, megint nevetnek, szóval élnek. Csupa-csupa áramló, dinamikus életerő. Lehet, hogy életed egy szakaszában te is átélted ezt a belső megfagyottságot, tehát tudod, hogy miről beszélek. Mi történik olyankor, amikor egy ilyen csupa-csupa élet, csupa-csupa lelkesedés gyerek egy pillanatai megdermed, megfagy, és mintha úgy maradna egy picit. Felnőtt korban mi lehet ilyen? Egy szerelmi csalódás, egy vállás, egy gyászeset, egy munkahelyi kudarc, egy csődbe ment vállalkozás, egy kudarcba fulladt ötlet, valamilyen veszteség. Ezektől meg tud fagyni a szív. Ez mindenkivel megtörténik. Nem a szomorúság a baj, ellenkezőleg az a baj, hogyha valaki ilyen erős és büszke és tartja magát. Nagyon fegyelmezett. Ilyenkor az ilyen ember az belül megfagy, akár évekre. Visszahúzódik. Valójában rendkívül sok életenergia befagy ilyenkor, ilyen gócá válik, egy ilyen betokosodott, fagyott gócá válik a fájdalom. Van, aki például egy évig nem is él át, semmilyen látható érzelmet egy ilyen komoly vesztesség után, és amikor lassan olvad a belső fagy, akkor jelennek csak meg a könnyek. Én váratlan pillanatokban, mondjuk egy cicás videó, vagy más seféle gyanútlan dolog hatására. És ez jó jel. Jó, hogyha ilyenkor van valaki, akivel őszinték lehetünk, aki meghallgat és nem osztogat tanácsokat. Igen, hasznos lehet naplót is vezetni, segít megérteni önmagunkat a változás és az átalakulás zavaros idejében. Sokan a környezetüket, önmagukat is elhanyagolják ilyenkor. A javuló állapot jele, hogyha valaki elkezd ilyenkor rendet rakni, takarítani, talán ismered a szakítás utáni minimum kell egy új frizura jelenséget. Szóval ne félj a könnyektől, ne félj az érzelmi olvadás első jelétől, ami nem más, mint az érzelmi káosz, ez ilyenkor teljesen rendben van. A második gondolat arról, hogy mi tanulhatunk a természettől, egy patak felolvadásától, az az, hogy az olvadás az a jég alatt kezdődik ha megnézel egy patakot tél végén, kora tavasszal, akkor láthatod, hogy alulról kezd el olvadni a jég. Azt a kirándulók jól tudják, hogy ilyenkor az erősnek látszó jégpáncélban nem szabad bízni, nagyon nem szabad rálépni, nem túl okos dolog, mert beszakadhat. Lehet, hogy a vastagnak tűnő páncél valójában már hártya vékony. Belső dermetségünk olvadása sem azonnal nyilvánvaló. Lehet, hogy ír egy nagyon pozitív, olvasztó élmény, akár egy új szerelem, részt veszel egy önismereti folyamatban, kapsz egy új munkahelyet, és látszólag sokáig nem történik semmi. De csak látszólag. Ne meg, hogy egyszer csak beszakad a jég, és bekövetkezik az áttörés, valami új lelkesedés, egy szintlépés az életedben. Szóval ne hidd el, hogy hiába teszel erőfeszítéseket, nem változol, nem változik semmi. Ha teszel érte, a mélyben már zajlik az olvadás, noha sokáig láthatatlanul, aztán eljön egy pillanat, amikor felhangzik a patak vizének vidám csobogása, és beindul az élet körülötted és benned is. Ez természeti törvény, szóval légy készen erre. Harmadik gondolat az olvadással kapcsolatban, hogy a változásnak az első jele egy nyugtalanság. A jégpáncél alatt már mozgolódik a víz. Kívül látszólag még minden változatlan fagyott dermet, de a nagy változások előtt már szoktunk érezni egy ilyen fura belső nyugtalanságot. Van, aki ezt idegességnek érzi, egyfajta belső kényelmetlenségnek, és úgy idegszik elmulasztani, pedig lehet, hogy ez a nyugtalanság egyfajta késztetés, egy jel, egy üzenet, hogy készül fel, készül fel a cselekvésre, mert hamarosan véget ér a várakozás ideje. Valahol belül már kezd eleged lenni abból, ami van, egy régóta stagnáló munkahelyemberi kapcsolat szokás a vége felé közeledik. Ez gyakran jelzi ez a fajta belső nyugtalanság. Ismered azt az érzést, amikor egy utazás előtt már nem találod a helyedet, és már ötöször ellenőrzöd az útleveled érvényességét? Na ez is olyan. Bizseregni kezd valami a jég alatt, készülnek a változások. És hogyha ez a nyugtalanság ilyen takarítási, vagy lakásfelújítási, vagy selejtezési rohamokban jelentkezik, na ezzel se lepődj meg. Az olvadás folyamatában a negyedik gondolat a beinduló érzelmi áramlásokról szól. Amikor végre átjukad az olvadó jég, és hirtelen láthatóvá válik a friss víz áramlása, akkor láthatjuk, hogy a jégből folyékony víz lett, ami ugyanaz a H2O, csak minőségileg más. Belső olvadás jele, hogyha ilyen fura érzelmi hullámok vagy áramlatok jelennek meg. Egy váratlan meghatódás egy babakocsit látva. Egy rémes vagy éppen szerelmi érzésekkel telített álom. Hirtelen felpaprikázódás és állás közben. Szóval aránytalanul erős érzelmi reakciók ilyen apró dolgokra. Mindez szokatlan lehet egy amúgy fegyelmezett és kiegyensúlyozott ember számára. Azt hiheti, hogy ő hirtelen hiszt is lett. Pedig ez is csak a változás, a befagyott pillanatok felolvadásának a jele, csak persze fura és szokatlan. A szív miközben nyílik, gyakran fáj, és ilyenkor fokozottan óvni kell. Az ötödik gondolat: hogy ezt a környezet nem mindig érti. A környezet, még a szeretetteli, családi vagy baráti környezet sem mindig érti, hogy mi zajlik bennünk, milyen jégzajlás. Amikor valaki a friss fájdalmával bezárkózik, az a barátok számára is nehezen érthető, hiszen ők segíteni akarnak. És amikor az árkozott ember újra nyit négyekszik, az is suta tud lenni. Például, ha sokáig nem randiztál, akkor lehet, hogy most úgy érzed, hogy hirtelen öt ballábad lett, és bénázol. Szóval lehet, hogy te sem érted saját magadat. Óvak az olyan emberektől, akik segítség címén ilyenkor át akarnak nevelni. Megmondják, hogy miért nem szabad azt érezned, amit érzel, miért kéne mást gondolnod, mint amit gondolsz, hol kéne már tartanod, ebb csont beforr és szedd össze magad. Szóval ilyeneket mondanak. Az igazi barát akkor is elfogad, amikor fura vagy, egy kicsit az ő számára, és a fejlődésben, változásban levő ember, hát az még saját maga számára is fura tud lenni, gondolj csak a kamaszkori változásaidra. Szóval légy türelmes a környezetedhez, és nem utolsó sorban saját magadhoz is. Ne feledkezz meg az érzékenység tapintat finomság fontosságáról. Az olvadó jég noha már vékony, penge éles tud lenni, nagyon bántó és sebző akár. A szokásos érzelmi távolságtartás és védekezés most ilyen átmeneti állapotban van, a jég vékony, beszakad, ha rálépnek. Ilyenkor az érzelmi teherbírásunk átmenetileg lecsökkent. Magyarán ilyenkor az embernek kedve van bezárkózni, ingerlékeinek lenni, tüskésnek lenni. Másik pillanatban meg így repkedünk, és tele vagyunk reményel. Szóval, ha máshonnan nem a kamaszkori változások és fejlődés idejéből ismerős lehet ez a jelenség. Határozottan egészséges dolog ebben az átalakulási állapotban valamilyen önkifejezési módot találni, festés, képzőművészet, írás, tánc, számtalanféle módja van. Sokan az ismerőseim közül ilyenkor kezdtek el valami sportba belefogni, az is sokat tud segíteni az érzelmi földelésben, egyéb hasznairól nem is beszélve. Mivel az átalakulás állapotában érzékenyebbek és sebezhetőbbek vagyunk, jó, hogyha ilyenkor nem veszel mindent magadra, és még csak utalnék a kamaszkori sértődékenységre és örök fogadalmakra. Ilyenkor nagyon hasznos lehet, hogyha az otthonodban kialakítasz egy kis kuckót, ahova visszavonulhatsz és ö, elhúzódhatsz a ilyenkor különösen harságnak tűnő világ elől. Szóval legyen menedéked. Az olvadó patakok és folyóvizek ö, kapcsán meg kell említenem az árvízveszélyt. A sokáig befagyott állapotban lévő érzelmek, amikor váratlan gyorsasággal képesek felolvadni, pityergés helyez zogogás jön, és néha olyasmiken, hogy magunk sem értjük. Esetleg eszünkbe jut egy rég nem látott valaki, és jön egy dühroham valami tíz évvel ezelőtti piti kísérelem miatt. De még boldogságrohamok is lehetnek ezek, vagy akár egy eszeveszett új szerelem. Ez teljesen rendben van, de jó, ha van egy olyan hely és alkalom, ahol ezt biztonságosan megengedheted magadnak. Más szóval, át tudunk esni a ló túlsó oldalára. Az évekig tartó érzelmi fagyottság az visszaüt, és ez nem veszélytelen. Szóval hasznos, hogyha az ilyenkor felzúduló, felbojduló energiákat le tudod valahogy földelni. Sokan ilyenkor felássák a kertet, lakásfelújításba fognak, vagy más nagy átalakításokat végeznek a környezetükben, ez nagyon jó dolog, ez nagyon jól teszik. Esetleg futnak egy maratont, vagy külföldre költöznek, új életet kezdeni. Nem biztos, hogy fel kell rúgni mindent, hogy vigye a víz. Szóval némi józan ész és mérték, az nem árt. Az áradat levonul, és maga után megtisztult partokat és kiegyensúlyozott derűt hagy, csak bírjuk ki addig. Az új egyensúly megtalálásáig kell egy kis idő és türelem. Amikor már az olvadás nagyjából lezajlott, akkor látjuk, hogy ez most már visszavonhatatlan, és ilyenkor mondjuk azt, hogy új szelek fújnak a természetben, ezek a bizonyos bőti szelek egy február közepétől, amikor a jég már felolvadt és az áradat levonult. Tágul a horizont, felbukkannak az új lehetőségek, itt kitágul a világ. Ilyenkor jönnek az új ötletek, esetleg hosszú időre eltemetett régi álmok is újra felbukkannak, előkerülnek a régi ismerősök a semmiből, egy csomó új lehetőség rajzolódik ki, és újra csirázni kezd a remény. Ezt az állapotot biztosan sokan ismeritek. A természetben ez az, amikor a kigyó már levetette a régi kopott kinőtt bőrét, és a bából már előbújt a pillangó, és most szárnyait próbálgatja. Ismét süt a nap, minden új, valami bennünk is újongani kezd. Engedd magad örülni. És végül az olvadásnak a kilencedik állapota, a víz és a kövek kapcsolatáról szeretnék pár gondolatot mondani. Szóval a patakvize immár már vidáman csobog. De minden pataknak szüksége van mederre, amiben folyhat, és a mederben sokszor sziklák kövek is vannak. Gyakori hiba, hogy a változásban lévő im már lelkileg megerősödött ember az hirtelen nagyon erős lesz, és mindenkit neki meggyőzni. Láttál már ilyen erőszakos pozitív gondolkodókat, koelyó idézett torkodon lenyomókat, vagy egy-egy vallás frissen megtért híveit? Frissen belépett emelemüzletkötőket? Azok a legelkesebbek. Le tudnák győzni a világot, meg is próbálják. A világot nem kell legyőzni. Sőt, meggyőzni sem kell. A patak sem áll le győzködni a medrében talált követ, és vitatkozni sem áll levele, megkerüli, és folyik tovább, vidáman tart a célja felé. Szóval van mit tanulnunk a természettől, lelki megfagyott állapotaink, amikor feloldódnak, felolvadnak, az nem egyik pillanatról a másikra történik, ilyenkor figyelembe kell venni saját érzékenységünket, és a környezet ö, értetlenségét is, teljesen rendben van ilyenkor, az átalakulás időszaka sokszor az embernek saját magának is idegen, aki benne van. Tehát jó, hogyha van ilyenkor egy hobbid, barátaid, akivel beszélgethetsz, egy kis helye, hova visszahúzódhatsz, valamilyen aktivitás, amivel le tudod vezetni az éppen átalakulóban lévő felbojdult folyamataidat, energiáidat, sport, egy kertészkedés, egy kézműveskedés, bármi ilyesmi, mind-mind nagyon-nagyon hasznos. Ne várd el senkitől, hogy varázspárcája legyen, és sicsúgy megoldja a problémádat, és magadtól se várd el, hogy neked varázspálcád legyen, és sígy, úgy megold a saját problémádat. Ez, mint a jó dolgokhoz általában idő kell. Tehát légy magadhoz türelmes, és haladj együtt a természet folyamataival.